Sziasztok! Sziasztok! Ez itt a Greencat és Do It Yourself, és ma újra a smart home világába csapunk egy kicsit bele, ugye ebben mindig megpróbálunk belenyalni egy kicsit, amikor van valami új dolog. Most rendeltünk egy-két dolgot, megérkeztek, úgyhogy ezekbe egy picit belefogunk. Az első ilyen dolog, ami szerintünk nagyon érdekes, ugye mindenképp ezekhez kell egy ilyen Sonoff kapcsoló. Igen, bár visszajelzést azért enélkül is tud készíteni, hiszen már ez a Sonoff kiépítette magát egy teljes, komplett rendszerré, és gyakorlatilag egy otthon teljes levezérlését szinte meg tudja oldani. Ehhez most már egyre több segítséget adnak, ilyen apró kütyük formájában. Igen, tulajdonképpen most azt csináltuk, tehát egy ajtónyitás érzékelőt vásároltunk, ami tulajdonképpen annyit tud, most a látványosság kedvéért rákötöttük egy égőre, és akkor annyit fog csinálni, hogy amikor mi kinyitjuk az ajtót, most jelenleg a wifi kapcsolatunk miatt itt egy kicsit lassabban történnek a dolgok, viszont felkapcsolja a villanyt, hogyha bezárom, akkor pedig lekapcsolja, ami tulajdonképpen azt eredményezi, hogy egy ajtó nyitása és zárása tulajdonképpen bármilyen folyamatot el tudunk végezni, amire ez a Sonoff képes, ugye? Igen, és akkor itt engedjük szabadjára a fantáziánkat, és gondolkodjunk el azon, hogy mi mindenre lenne még ez a kis, pici kis érzékelő jó, ugyanis ő, amit tud, fölcsatlakozik az internetre, az a Wi-Fi-n keresztül. Eddig egy teljesen hétköznapi kis eszköz, és jelenleg ugye egy mágneses érzékelővel az ajtó nyitás érzékelésére van hivatva. Ő hozzá kapcsolható bármilyen másik Sonoff eszközhöz, itt most jelen esetben ehhez a kikapcsoló és bekapcsoló kis készülékhez, amit egyébként levezérelhetünk szintén telefonról, vagy levezérelhetünk most már ezzel is. Így nem vagyunk ahhoz kötve, hogy egy reakciót vagy egy folyamatot el kell indítanunk, akkor nem mindenképpen telefonnal kell elindítani. Igen, ugye erről többször beszéltünk már, hogy léteznek ilyen szekvenciák ezekben a Sonoff kapcsolókban, amik ugye arra hivatottak, hogy egy-egy folyamatot nekünk lejátszanak, amikor mi azt mondjuk, hogy akkor ez induljon el. Tehát például ilyen egy hazaérés folyamata, amikor azt mondjuk, hogy mondjuk mi munka után általában 4 órakor érünk haza, tegyük fel, hogy egy téli időjárás van, beállítjuk a mi kis rendszerünket úgy, hogy mi hazaérünk 4 órakor, rányomunk a telefonra, és akkor tulajdonképpen fölkapcsol minden, vagy ez akár 4 órakor mondjuk magától is meg tud történni, de azt is meg tudjuk tenni, hogy ezt ajtónyitáshoz kötjük. Igen, ajtónyitáshoz kötjük, és miután ez például egy mágneses érzékelő, ha teszem fel őt a kulcs csomó tartó mellé tesszük, amikor a lakáskulcsot felakasztottuk, amelynek egy mágneses kulcstartója van, rögtön ő kapcsol, és abban a pillanatban elindítja a házban azokat a folyamatokat, amit lerögzítettünk, és akkor itt lehet több célúan használni ezt a dolgot, hiszen ezt egyébként riasztóként árulják, ami ugye abban nyilvánul meg, hogy amikor egy ajtónyitást érzékel, akkor a telefonunkra, ha az applikáció éppen működik, akkor küld egy üzenetet, avagy loggolja, hogy hányszor nyitották ki az ajtót, mennyi ideig volt nyitva, és minden egyéb információt erről megtudunk, ami sokszor azért egy jó dolog. De ez a mágneses érzékelő sok mindenre ad még lehetőséget ezen túl. Igen, az nagyon fontos, hogy önmagában riasztásra nem képes, tehát hogyha most veszünk egy ilyet, és azt gondoljuk, hogy ezért a pár fontért mi tulajdonképpen vásároltunk egy riasztót, ez így ebben a formában nem igaz, tulajdonképpen egy ajtónyitás érzékelőt vásároltunk, ami, ahogy mondtad is, leloggolja nekünk, hogy mikor nyitották és zárták az ajtót, és ehhez további folyamatokat tudunk kötni. Tehát nyilván az, hogy kötünk hozzá egy lámpát vagy egy riasztót, az már tulajdonképpen a mi dolgunk, és akkor, vagy akár egy GSM riasztót, vagy bármi más, és akkor tulajdonképpen az ajtónyitásra egy GSM riasztó elküldi nekünk a... Vagy akár egy szirénát megszólaltathatunk, hiszen az égő helyett akár egy elég komoly szirénát bekapcsol, a zenét a lakásba, elindíthatjuk a tévét, vagy bármi egyebet, és az azt hiszem nem veszi ki jól magát, hogyha valaki benyit a lakásba, és a zene szó vagy a bekapcsoló tévé fogadja, mert azért az feltételezi azt, hogy ide jobb lesz nem bemenni. Hát igen, hát emlékezünk csak a reszkesetek betörőkre, ugye egy filmjelenettel bárkit meg lehet rémíteni, úgyhogy tulajdonképpen ezt tudja ez a kis eszköz, amit ugye akkor térjünk át arra, hogy mi hogyan lehet még használni, mert ugye mi, mint barkácsolók egy kicsit belegondoltunk abba, hogy hát oké, hogy ez így működik, meg ez így szép, meg nagyon patent, de mi lenne, hogyha ebbe egy kicsit belenyúlnánk, kicsit beleforrasztanánk, és kicsit megnéznénk, hogy igen. Hogyan? És hát, mint a rossz gyerekek karácsonykor, amit kaptunk, azonnal szét is szedtük. Nos, ha belenézünk ebbe az eszközbe, majd kivesszük az elemet, hogy egy kicsit jobban legyen látható, akkor látjuk, hogy a mágnesünket, ahova hozzá kell érinteni, ott található egy ilyen fekete kis érzékelő, ami egyébként egy mágneses érzékelő, ezt úgy hívják, hogy Red Patron. Ez sem egyebet nem csinál, pusztán csak annyit, hogy a mágneset érzékel a közelében, akkor zárja az áramköt. Nos, hát ebből kiindulva
Kettő darab vezeték ráforrasztásával nagyon könnyen tényleg riasztót fabrikálhatunk belőle, hiszen innen ezzel a két vezetékkel már egy mozgásérzékelővel tovább lehet vinni az egészet, és tényleg komplexé lehet tenni. Úgy, hogy a mozgásérzékelőnk ugye mindig megszakítja az áramkört, amikor mozgást érzékel, ami nem egyéb, mint az ajtónyitás ebben az esetben, de itt már nem mágneses úton, hanem elektromos úton fog ez zajlani. Tehát 200 drót beleforrasztásával megúszhatjuk azt, hogy megvásároljuk azt a kütyüt, amelyikben ugyan van ilyenből, ami mozgásérzékelős, de az drágább. És csak egy darab mozgásérzékelőt tartalmaz. Ha van nekünk néhány riasztóhoz való, valóban jól működő mozgásérzékelő, akkor azt szépen ráköthetjük, és innentől aztán végtelen a lehetőség. Igen, ezt úgy terveztük, hogy egy másik videóban majd megmutatjuk, hogy hogyan forrasztjuk ezt az egészet össze, és hogyan tudunk összeállítani egy ilyen rendszert, egy ilyen pár fontos kis eszközből. Most a mai célunk az volt, hogy bemutassunk nektek, hogy hogyan fejlődik ez a technika, amiket lehet már kapni. Lesz még ilyen, mert van még itt a tartalmunkban egy pár dolog, amit meg szeretnénk mutatni, de tulajdonképpen ma ennyi volt, amit szerettünk volna. Igen, hát nagyjából azt lehet mondani, hogy 1500 forintból tényleg lehet építeni egy igen huncut riasztót, tehát nem olyan vészes, aztán persze, mint minden teszt is meg lehet hackelni, de ettől függetlenül azért egy lépés a biztonság felé. És még egy fontos dolog, amire ez használható, ez konkrétan az energia megtakarítás. Ugyanis ha ezt az ajtóérzékelőt úgy, ahogy van, az ajtó vagy ablaknyitás érzékelésre használjuk, ő bizony ezzel a távvezérlővel ki tudja kapcsolni a klímát. Ami azt jelenti, hogy időzítjük, hogy 5 perc ablaknyitatartást követően a klíma álljon le, és ne fordulhasson az elő, hogy valaki kinyitott ablaknál őrült tempóban nyomatja a klímát. Ezzel megállíthatjuk ezt a folyamatot, és egy hozzávaló kis sonoffal, ami nem egy nagy költség egyébként. Igen, és ez nagyon fontos, hogy úgy tudjuk ezt az egészet megvalósítani, hogy ugye külön a nyitásra és a zárásra is tudunk opciókat tenni, tehát nem feltétlenül úgy működik ez, hogy azt mondjuk, hogy ha kinyitjuk az ablakot, akkor leáll a klíma, ha becsukjuk, újraindul, hanem meg tudjuk azt is csinálni, hogy ha kinyit, akkor megállt, és onnantól kezdve nem kapcsol vissza. Tehát, hogy már csak akkor kapcsol vissza, hogyha mi visszakapcsoljuk. Úgyhogy ezt is meg tudjuk vele csinálni. De hát ennyi volt mára, ezt szerettük volna nektek mutatni, reméljük, hogy hasznos volt, és akkor találkozunk a következő részben. Sziasztok! Sziasztok!